magyar anyanyelv használati stratégiát javasol a Magyar Ifjúsági Központ IZ intézete. Betlendi Tamás, a vitairat kidolgozója, a mai első vendégem. Szervusz, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Üdvözlöm a nézőket. Tehát egy vitairatról beszélünk, ugye, amely az anyanyelv használat kapcsán készül egy stratégiát kidolgozni, vagy amely stratégiának ugye ez a vitairat lenne az alapja. Pontosan miről van szó, hogyha dióhéjban a vitairatot el lehetne mesélni? A vitairattal az volt a célunk, hogy megnézzük azt, hogy van-e lehetőség a magyar nyelv használatának a kiterjesztésére a nyilvános terekben, anélkül hozzá törvényt kelljen módosítani Kolozsvár esetében, vagy pedig valamilyen különleges politikai alkut kelljen meghozni. Vagyis van-e olyan lehetőség, amit mi magyarok nem használunk ki, és amihez nem szükséges a román félnek a hozzájárulása. Valójában ennek a lehetőségét vázolja fel, és meggyőződésünk, hogy igen, erre van lehetőség, és lehetne sokkal magyarabb az a nyilvános tér, a nyelvi tájképünk a hétköznapokban, amiben élünk. Tehát, hogyha jól értem, akkor a nyilvános térről beszélünk, ugye közterekről beszélünk, ami a magyar nyelv használatát illeti, nem feltétlenül a közigazgatásban való anyanyelv használatról beszélünk, aminek te ugye azért hosszú éveken keresztül a vesszőparipátok volt. Így van, nem a törvény által leszabályozott közigazgatási nyelvhasználatról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy az utcákon, akár az üzletek kirakatai, akár a magyar intézményekben, amik magyar iskolaigazgatók, egyetemek, fakultások vagy egyházi épületek esetében, pont ugye a hétköznapokban magyar és román is látja ezeket az utcán, vagy pedig hogyha betér ezekbe az épületekbe. Ezekről a feliratokról beszélünk elsősorban, ugyanis meggyőződésünk, és ezt a szakma is elismeri, hogy a nyelvi tájkép az meghatározza, hogy milyen asszimilációs nyomás nehezedik a nyelvi közösségre, illetve az adott nyelvről kialakított normalitásképünkre nagy hatással van, mind a többségre, mind a kisebbségre. Ez esetben, hogyha például Kolozsvár sokkal több nyelvűbb volna a románok számára, és sokkal természetesebb volna számos szituációban a magyar nyelvvel találkozni, a magyarok számára pedig sokkal hétköznapi, sokkal természetesebb volna az, hogy igényt tartsanak az olyan nyelvük használatára. Most bizonyára ahhoz, hogy kidolgozzatok egy ilyen vitairatot, ugye azért fel kellett mérni a terepet. Na most a felmérés során mit tapasztaltatok? Mennyire élünk azzal a lehetőséggel, ami azért adva van nekünk Kolozsváron? Itt inkább néhány példával szemléltetném, hogyha belegondolunk abba, hogy Kolozsvár belvárosában akár az egyházak tulajdonában lévő ingatlanoknál szerződési feltétel volna, hogy a benne működő üzlethelyiség az példás kétnyelvű kirakattal kéne rendelkezzen, a benne működő vendéglőknek a menüi kétnyelvűek kéne legyenek, pont olyan mértékben, minőségben, láthatósággal kéne a magyar nyelv szerepeljen, mint a román nyelv, akkor már Kolozsvár belvárosa lényegesen más. Itt most bennem fölmerül a kérdés, de te vagy a jogász, hadd kérdezzek rá, hogy törvényes egy ilyen jellegű kérés, vagy kitétel akár egy szerződés megírásakor? A főbérlő ezt megteheti. Értem. Szóval, hogy ennek nincsen jogi akadálya, de hasonlóképpen, hogyha a magyar oktatási intézményekre gondolunk, akár felsőoktatási intézmények, akár az általános iskolákban is, a poroltó, kijárat, bejárat, mindenféle ilyen nagyon gyakran használt feliratok befolyásolják, hogy milyen a nyelvi tájképünk, ami tudatosan, tudattalanul hat arra, hogy milyen véleménnyel vagyunk a saját nyelvünk szerepéről, helyéről a társadalomban. Hogyha ezek a feliratok minél inkább több nyelvűek volnának, vagy legalábbis magyar nyelven minél nagyobb számban megjelennének, akkor bizony egészen más volna az elképzelésünk Kolozsvárról. Itt nem csak az intézményi szereplőknek van lehetőségük kiterjeszteni a magyar nyelv használatát, hanem akár a magánszektornak is, a vállalatok is elkötelezhetik magukat amellett, hogy tudatosan két nyelven, a magyar nyelven is kommunikáljanak weboldalaikon, Facebook oldalaikon, a kirakataikon keresztül a lakossággal, és természetesen a civil szereplők is, civil szervezetek, rendezvényeket szervezők is. Hasonlóképpen nagy szerepük van a finanszírozóknak, akár a magyar államnak, akár a Comunitas alapítványnak, akik nagyon sok esetben pontosan azért biztosítanak finanszírozást bizonyos rendezvényre, mert az a magyar közösség számára relevánsnak gondolják, vagy a magyar közösség életterében valósul meg, vagy olyan vállalatfinanszírozásokat valósít meg például a magyar állam,
amelyek különben nem léteznének, ha itt nem létezne magyar közösség. Értem, és akkor azt mondjátok, hogy ebben a vitairatban, hogy gyakorlatilag a finanszírozó ugye kitételként kellene megfogalmazza, amikor adja a pénzt, hogy csak akkor adom a pénzt, hogyha ez kétnyelvű, vagy hogyha az első nyelv a magyar? Pontosan, ugyanis van rá számos példa, hogy a magyar állam finanszíroz egy rendezvényt, egy vállalatot, és az a rendezvény és az a vállalat valójában a nyelvi tájképünket románosítja, és nem magyarosítja, de legalábbis nem is kétnyelvűsíti, és ezzel miközben egyik kézzel tesszük bele az identitásba és a közösség megmaradásába a pénzt, másik kézzel vesszük ki, és valójában azt az asszimilációs nyomást, amit a nyelvi tájkép tud eredményezni, azt növeljük. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, azt mondod, hogy asszimiláció, amit ugye a nyelvi tájkép is eredményez, erre milyen kézzelfogható bizonyíték van? Ez egy nagy múltra visszatekintő kutatási terület, a nyelvi tájképnek a kérdése. A nyelvi tájkép meghatározza azokat a reflexeket, amikkel viszonyulunk a nyelvhez. Mondanék egy példát, hogyha mondjuk ezelőtt a 90-es években vagy a 2000-es években még akár a hétköznapoknak része volt az, hogy valaki rosszallóan szóvá tette, hogy a nyilvános térben valaki ne szólaljon meg magyarul. Na most ez elképzelhetetlen egy olyan környezetben, ahol gyakorlatilag minden kétnyelvű a környezetünkben. Mert akkor az volna a kirívó, hogy valakinek ez furcsa. Szóval az, hogy mit jelent a természetesség, és hogy ez most a nyelvi egyenlőséget vagy egyenlőtlenséget jelenti, ez nagyon nagy mértékben meghatározza azt, hogy miként fogunk mi magunk, miként fognak a velünk együtt élő románok viszonyulni a magyar nyelvhez. Na most az asszimilációs nyomás az pontosan abból származik, hogyha ennek a nyelvnek van társadalmi elismertsége, használatban van, akár egy gazdasági szempontból értékes, hogy egy alkalmazott tud-e magyarul, vagy nem tud magyarul, akkor a magyar nyelvnek, a magyar közösségnek, a nyelvének igenis súlya van, és esetleg a szülők, amikor iskolát választanak a gyereküknek, akkor szempontként tekintenek arra, hogy magyar tannyelvi iskolába járjon. Ez nem egy konyha nyelv, ez nem egy családi zárt közegnek a nyelve, hanem ez a nyilvános térnek, a tágabb társadalomnak egy használatos nyelve. Értem, és abszolút elfogadható érvrendszer, amivel dolgoztok. A kérdésem, mi ennek a vitairatnak a kimenete? Tehát hogy kell ezt elképzelni? Most ugye bedobtátok ezt a köztérbe, gondolom, mivel vitairat a neve az azt jelenti, hogy akkor itt most kezdődik egy társadalmi konzultáció, de hogy mineki a finalitása? Természetesen ez nagyon fontos, hogy annak ellenére, hogy itt olyan javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek valamelyest rámutatnak lehetőségekre, amikkel nem éltünk eddig, ez nem egy kritikai irat, ez nem egy vádirat az adott szereplőkkel szemben, hogy íme elmulasztották, hanem ez egy kiinduló pont, amiről lehet beszélgetni. Na most reményeink szerint sikerül felvenni az illető szereplőkkel a kapcsolatot. Mondjuk szereplőkként vannak itt meghatározva akár nem csak az intézményvezetők, hanem a teljes magyar lakosság. Na most a teljes magyar lakossággal nem lehet egy valós, átfogó párbeszédet folytatni, de ami visszajelzés eljut hozzánk, ez a vitairat elérhető az interneten. Értem, kérhetem, hogy közben bele is lakoznak. Igen. Ami visszajelzés érkezik, azt igyekezünk beépíteni a további tevékenységbe. Tehát az volna a cél, hogy azok a szereplők, azok az intézményes szereplők, akiket beazonosítottunk, egyházak, politikum, intézményvezetők, magyar állam, kommunitás alapítvány, mint finanszírozók, ezekkel tudjunk érdemben tárgyalni arról, hogy ők miként vélekednek, és jó esetben eljutni oda, hogy mint ahogy a nyelvi karta esetében az államok, a tagországok, azok különböző szintű vállalásokat tesznek, ők is elkötelezzék magukat különböző vállalások mentén. Ez nagyon fontos volna, hogy a magyar közösség, az erdélyi, vagy a kolozsvári magyar közösség, ezek kolozsvári anyanyelvhasználati témában íródott vitairat. A kolozsvári magyar közösség egy belső kontrollt, felügyeletet gyakoroljon a saját nyelvi tájképe és környezete fölött. Ezt úgy lehetne véleményünk szerint, hogyha ezek a szereplők vállalásokat tesznek, és ezeket a vállalásokat utána pedig egy belső monitoring bizottság úgymond felülvizsgálná év mint év, kielemezni, és újabb tanácsokat, javaslatokat tenne a szereplők. Tehát evidens, hogy ez egy hosszadalmas folyamat lenne, ugye? Tehát, hogy nem az van, hogy most vitairatot benyújtottatok, aztán jön azonnal a stratégia, és már is pontosan. Itt ami nagyon fontos, hogy a társadalom széles körében egyetértés alakuljon ki a felől, hogy fontos a nyelvi tájképünkön változtatni, elismerjük, hogy ennek a felelőssége elsősorban rajtunk áll, a magyar társadalmon, számos területen, és hogy egy felelősségtudat alakuljon ki, hogy ha valamit elmulasztunk,
kihasználni, a lehetőség elérni, az egy hiba, az a közösséggel szemben elkövetett hiba, aminek következményei vannak. Hogyha ezt tudatosítja minden szereplő, akkor egészen biztosan egy pozitív irányba tud ez a dolog előre haladni. Maradjunk egy picikét ennél, ugye, hogy a magyar társadalom, mint olyan Kolozsváron. Azt mondjátok ebben a vitairatban, hogy gyakorlatilag ők is egy faktor, tehát a kolozsvári magyarok, mint olyan, én kolozsvári magyarként egy szereplője vagyok ennek a vitairatnak, amely szereplőtől elvárásaitok vannak, és pedig az, hogy amit magyarul lehet mondani, mondjam magyarul, hogyha magyarul lehet valahol kérni egy üzletben, használjam ki az alkalmat, és magyarul kérjek abban az üzletben. Milyen elvárások vannak még velem szemben, mint magyar? A vitairatban a különböző szereplőkkel szemben nem is annyira elvárásokat fogalmaztunk meg, hanem megjelöltük, hogy milyen lehetőségek vannak, amivel ezt előre lehet mozdítani. Például az egyszerű magyar lakos, aki nem intézményvezető, nem politikus, nem egyházi elöljáró, és így tovább, egyrészt díjazhatják a hétköznapi vásárlási szokásaikkal azokat a cégeket, akik több nyelvűen kommunikálnak weboldalukon, kirakataikon keresztül, és akár az üzlethelyiségben. Másrészt számon kérhetik a közösségi elöljárókon, vezetőkön, hogy az általuk befolyásolt intézményi terekben és intézmények külterein, mármint a kirakatok, falak, az utca frontokon a magyar nyelvet használják ugyanolyan láthatósággal, mint a román nyelvet. Harmadrészt pedig igazából magyar közösség az, akiben él ez a nyelv, használják a nyelvet. Erre nem kell mi biztosok. Itt nem csak hibákat jelöltünk meg, nem csak olyan eseteket jelöltünk meg, amikor nem használjuk ki a lehetőségeket, hanem az összeset olyanok is vannak megjelölve, amelyek ma működnek. Ma a magyarok magyarokkal magyarul beszélnek Kolozsváron. Ez nem egy olyan probléma, amivel különösebben kéne foglalkoznunk a jövőben. Azzal kell foglalkoznunk, ami elmarad. Például ez a közösségi számon kérése a magán szektor szereplőinek és a közösségi vezetőknek. Értem. Mi a további sorsa ennek a vitairatnak? Ugye bedobtátok a köztudatba, innen tovább mi történik vele? Mi a következő lépés, hogy így kérdezzem? A vitairat gazdája az YZ intézet. Az ők felelősségük és az ő feladatuk ezzel tovább házalni. Ez egy egészen komoly közösségen belül diplomáciai feladat lesz, hogy arra rábírni a közösségi szereplőket, hogy igazából vállalást tegyenek, számon kérhető vállalást a jövőben. Én bízok benne. Mennyire van erre ugye kilátás, vagy mennyire van erre lehetőség? Én úgy gondolom, hogy számos más, akár a nemzetközi szerződések is ilyenek, hogy a tagországok olyasmit vállalnak, amivel tudják, hogy aztán a következő években kötelezettségek járnak, mégis vállalják. Hasonlóképpen a közösségen belül is el lehet érni. Nem utolsó sorban azért a közösségünk vezetői elkötelezettek a közösség érdekei mellett. Na most ez csak egy mankó akar lenni, amelyik segít abban, hogy akkor módszeresen azt az elkötelezettséget a gyakorlatba átültessék. Mi úgy gondoljuk, hogy talán néha a módszeresség hiányzik, erre a módszerességre tesz javaslatot ez a vitairat, hogy amint mondtam, miközben az egyik kézzel tesszük az energiát, erőforrást az identitásba és a közösség megmaradásába és prosperálásába, közben a másik kézzel ne vegyük ki ugyanabból a zsákból. Maradjunk ennyiben, köszönöm szépen, hogy bejöttél és mindezt elmagyaráztad az erdélyi figyelő nézőjének is. Köszönöm szépen. Nagyon sok sikert kívánunk hozzá. Köszönjük szépen.